nálok bankos Rezsőt keresném. Igen, adom. Jó napot kívánok! Wonderski Jenő vagyok. Most ez a név biztos nem mond itt semmit, ugye? Tessék? Tessék nekem mondani, itt van mellettem, hogy én mondom. Wonderski Jenő vagyok. Na most az az igazság, hogy kiderítettem, hogy a Rezső volt az, aki engem megvert a McDonald's-ba 2 hete Zalaegerszegen. És elvette a táskámat. Magánnyomozót béreltem föl, most így nem mond neki semmit a neve. Mondja azt, hogy a kis négyszemű köcsög. Mert annak hívott. Én valaki itt a négyszemű köcsögnek. Nem kettő, négyszemű köcsögnek hívott. Nem volt 2 hete, egyáltalán nem volt Egerszegen. Nem kétszemű köcsögnek hívott, négyszemű köcsögnek, mert szemüveges vagyok. És úgy gyomorszájon rúgott, hogy levegőt nem kaptam. Mert ott voltál? A november első hetében Zalaegerszegen a McDonald's-ba. Ott nem, voltam. Ott életében nem járt a McDonald's-ba. Ja, hát gondoltam, hogy nem fogja egyből elvállalni így a telefonon. Biztos lehet, hogy nem is volt Egerszegen. Ott állok, ezért fogom a micsodám, végzem a dolgomat, a kis dolgomat, végzem benne a McDonald's-nak a budiába, és akkor oda jön a haverjaival, két másik emberrel volt, és azt mondják, na mi van, brunyász, te négyszemű köcsög, add ide a táskát. Mondom, hülye vagy, miről beszélsz? Hát erre úgy gyomorszájon rúgott, hogy alig tudtam felállni, hát ott fetrengtem a saját vizeletembe, mint egy megalázott kutya. Ellopta a táskámat, és nézze meg, hogy elvitte, ott van benne. Engem nem érdekel a 3000 forint, mert a pénz az nem lényeg. Én a Leslie Lawrence könyvemet kérem vissza, és a Mici Macskos könyvjelző. Gyomorszájon rúgott, meg elvittem a táskáját. Uram! A 3000... Várjon egy picit, először én hagyd mondjam, a 3000 forint nem érdekel, én csak a könyvjelzőt akarom vissza, mert azt a nagymamámtól kaptam. 12 éves koromban Mici Mackós könyvjelző. Én csak azt kérem vissza. Én nem fogok feljelentéset tenni, én nem fogom üldözni magukat. Csak könyörgöm, kooperáljon velem. Hogy tudják magát? Mondtam, Wonderski Jenő, zalaegerszegi lakos vagyok. Wonderski Jenő. Uram, az én férjem abban az időben itt volt Zalaszentgyörgyön. Mi van, Zalaszentgyörgyön laknak? Igen. Ja, mert nekem azt mondták, hogy Zalaszent Jakab. Ja, hát jó, ha keresték, akkor Szent Jakabon elnézést, de mi nem vagyunk azok. Csókolom, az Isten áldja meg magukat. Ja. Álló, jó napot kívánok, egy asztalossal szeretnék beszélni új munkaügyében. Munkaügyében? Igen. Felvétel? Munkafelvétel. Tessék, parancsolj! Kampocs Andrásnak hívnak, jó napot kívánok! Arról lenne szó, hogy össze kéne rakni egy polcot. Megvan hozzá az alapanyag, Afrikából hozott a majom kenyérfa. Le kell gyalulni, kicsit meg kell munkálni, össze kell szögelni. Följött már az unokatestvérem, a feleségem unokatestvére Nógrádból a Pista, hogy összerakja. Uh-huh. De hát az egy két balkezes, tehát az azt se tudja, hogy mi a szög és a kalapács között a különbség, az olyan hülye. Ez hol van most helyileg? Itt van fönn Budapesten, kínzuglóban a házunkban. Itt állunk és próbáljuk már összerakni. Már 2 napra jött fel ez a Pista, de 3 hete itt van. Úgyhogy most már úgy döntöttem, hogy inkább hívok egy szakembert, mielőtt teljesen elrontja a fát. Halló? 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 Kicsit rosszul hallom, magánál vették fel a telefont? Halló, apu, ne haragudj, hogy fölvettem. Ferike, most beszélek. De a Pista bácsi meghalt. Pistoda? Halló? Halló? Mi történt a Pista bácsival? Igen, épp a könyves polcot akart összerakni. De biztos kiugrott a furva a kezéből, és belefúródott a szívébe. Uram, Isten, Jézusom, biztos vagy benne? Feri, ez komoly! Teljesen szétfúrta a szívét! Jézusom, Feri! Csurom, és te most ott vagy a sufliba? Hát próbáld meg segíteni, hát lehet, hogy még él. Jézusom! Próbáltam felitatni a vért a suflibra szével, de minden csurom vér nem Pista! Megjött, mikor belefúrodott a fúrógépet a szívébe, és ráesetett a körpű részre, igen! Mert a karja a sufni sarkában van! Jaj, Uram, Isten, ne haragudjon, hát a fiam fölvett a telefon! Hát azért vigyázni kell ezekre a dolgokra. Igen, Jézus Úristen! Valószínűleg előletett a szerszámos polc, mert szétlocsant az agya. Bejött a círmos, a cica is beleemett a Pista bácsi agyába. Jézus Úristen! Beleemett az agyába a círmos a Pista bácsinak. Uram Isten, Jézus Mária! Nem bírom, én rosszul vagyok, én mindjárt hányom. Halló? Jó napot kívánok, Závodszky Kálmán vagyok az Állathajtás Betéti Társaságtól. Igen.
Igen. És az ügyben telefonálnák, hogy szeretnék egy közös projektet indítani a csatornázási művekkel. Elmondom röviden, hogy miről van szó, és utána majd tehetetszik mondani, igen, hogy mi a véleményed. Szóval arról van szó, az állatpajtás BT üzemelteti Pilislapajon a kis vadállat kerte. Igen. Kis őszgidák vannak, meg nyuszik, meg vaddisznókölyköt, meg mi egymás. Igen. És szeretnék egy kicsit terjeszkedni, de már nem akarom tudni más milyen állatokat, csak olyan állatokat, amik élnek az erdőben. Tehát ez egy ilyen kis vadállatkert. Most szeretnék itt egy új állatkertet, ami egy radikálisan új koncepció lenne a nemzetközi állatkert iparban, és ez arról szólna, hogy ez egy csatorna állatkert lenne, tehát a csatornában élő állatokat adnánk be a gyerekeknek, úgy, ahogy azok ott élnek, tehát a saját városi környezetükben. Tehát én most itt gondoltuk arra, hogy lesznek patkányok, csottányok, denevérek, ilyen varangyos békák, férgek, és szeretnék, hogy az egésznek a díszelen egy ilyen nagy csatorna krokodil tudja, amelyik a csatornába élen, és akkor azt megmutatjuk a gyerekeknek, hogy hogy élnek, meg fejlődnek. Most ehhez kellene nekem egy csatorna szakasz. És szeretném pársnak bevenni a csatornázási műveket, mert ilyet csak Budapesten lehet megcsinálni. Ugyanolyan Pilislapolyon nagyon kicsi a csatorna, oda nem fér be egy íz és egy íg se. Értem. Hát gondolom, hogy ezt meg kéne érdeklen tüzőforgató irodából, megtudnának tudni, hogy hol lehetne. Ha, de hol a legnagyobb a csatorna, vagy hol van a legtöbb dublás? Nem tudom, azt nem tudják megmondani. És valami olyasmi hely kellene nekem tudja, ahol olyan elég jó üdös van. Tehát, hogy az emberek érezzék, hogy ez tényleg a csatorna. De ez jó ötlet, nem? Hát nem rossz. Hát elvinni maga is a gyerekét ilyen helyre. Hát nekem nincsen. Nincs még, hát majd lesz, hát ez mindig jön majd egyszer. Hát nem tudom, hát nem tudom, az ügyfélforgató irodában meg tudják tudni, hogy gondolom, hogy ez kihez kell fordulni. És mondja nekem valamit, maga már volt nem csatornában? Én nem. Nem volt még? De azt tudja, hogy nagyon büdös van ott, nem? Hát ezt tudom, persze, gondolom. Sokkal meg kicsi, ott folyik el minden? Minden tudom, persze, hogy ne. Jó, tehát akkor kit hívjak ez ügybe? Hát esetleg megadnám az ügyfélforgató irodának a számot, hogy meg tudják. És akkor ott frankon elintézik ezt a dolgot? Hát remélem, hogy sikerülni fog. Hát én is nagyon remélem, hogyha nekem tudná esetleg segíteni valahogy ott ilyen benfentesen közbejárni, nekem én elintézhetném, hogy maga kapja meg a büfé koncesziót. Nem érdekli? Én nem tudok tanulni, ilyet nem tudok. Nem érdekli a dolog? A büfé az mindig jó biznisz. Hát nem tudom, a csatornában biztos ott az embereknek azért nem megy el az étványok annyira. Értem. Akkor megadom a számot. Jó, mondja. 350. 423. 8879. Aha, 3-19-2. Tessék, ott megkérdezni, és akkor megmondják, hogy kihez kell fordulni pontosan. Jó, hadd áruljak el még valamit, jó? Igen. De ez szigorúan titkos. Ez nem volt komoly, ez volt a nap őrült telefonja a rádiókrétje. Csak egy vicc volt. Igen. Halló, tessék. Halló, jó napot kívánok. Igen, tessék, parancsolj. Ez a Szent Keresztről nevezett irgalmas nővér. Igen. Jó napot kívánok, Lőngasz Kívójának hívna. Arról lenne szó, hogy én végül is beszeretnék állni minél hamarabb egy nővéri rendben. Tartomány főnöknél nincs most ide arra, körülbelül egy másfél óra múlva itthon lesz. Talán ön is tudna nekem segíteni, én elmondom nagyon röviden a történetemet, és most nagyon kevés időm van már. Nekem körülbelül olyan tavaly nyáron, tehát ugyanígy ilyen augusztus elején a moszkvatéri gombasörözve előtt egy nagyon csúnyán átmulatott éjszaka után megjelent Jézus Krisztus, és arra kért engem, hogy áldozzam az életem neki, és én azóta teljes erőmmel, szinte jóformán csak ezen dolgozom. Igen. Hogy az Úr Jézus Krisztust szolgálhassam. Nekem volt egy szexoperációm, tehát én nem Ivaja voltam, én Lőngasz Kímre voltam, és én azóta 100%-os nő vagyok. Egyébként teljesen megváltoztam, abszolút új ember lettem, és amivel a szexuális kapcsolatom nem volt azóta, teljesen leszoktam az alkoholról, a dohányzásról, hát néha egy kis LSD-s bélyek, egy kis fűvelő fordul, de komolyan semmi. Pénzt is most már csak tényleg szegényeknek azért adom, hogy segítsen. Na, miben tudnak most segíteni? Azt én szeretném kérdezni, hogy én miben tudnék segíteni az embereken. Én fel szeretném adni az életem, én most már tényleg azon vagyok, lassan egy éve, hogy segítsek az embereken, mondom, pénzt is csak 15%-os heti kamatra adok kölcsön. Betegeket ápolok, a beteg barátaimhoz járok el, nem járok el semmiféle ilyen kétes szórakozó helyre, mondom, nem csajozok. Leállítottam az összes bizniszemet, kiszállok most már, ahogy hívják, a nyerőautomatákból, és abban is most már csak egy a 30-40 gépen van, azokat vinném magammal szívesen, hogyha lehetne. Tehát, hogyha, mint amin arra van lehetőség, hogy valahol valamelyik
megtört a lába a bokájánál, vagy kificamodott, nem azt a lényeg az, hogy a Mari nem tud kiszállni a fürdőkádból. Sehogy. Hát a Mari nem egy fiatal nő, fiatal, meg nem is fiatal, meg nem is olyan könnyű, 165 kiló, valahogy ki kéne őt onnan emelni. Most azért gondoltam magamra, nagyon megörültem, mikor láttam a hirdetőszöket, hogy önök foglalkoznak ilyen targoncákkal. Egy pillanat. Köszönöm.